Nem támogatja az RMDS a megosztott áfa befizetése vonatkozó kormányrendeletet. A szövetség szerint ugyanis az intézkedés révén ellehetetlenítik főként a kis- és középvállalkozások működését. Egy kormányrendelet jövőtől léptetni életbe az úgynevezett megosztott áfa fizetést. Konkrétan az áfa köteles tevékenységet végző cégeknek és személyeknek külön áfa folyószámlát kellene nyitniuk, illetve fenntartaniuk, ahova adásvételkor vagy a szolgáltatások értékének kiegyenlítésekor az áfa összege kerül. A híradónk által megkérdezett gazdasági szakértő szerint ez kétszer annyi időt vesz igénybe, és pénzbe is kerül, amit sok kisvállalkozás nem engedhet meg magának. Külön kell kezelni az áfát, és külön az adott árunak az értékét. És akkor ez nagyon elbonyolítja a számvitelt, nagyon elbonyolítja az megnehezíti a bankoknak és a kincstárnak a munkáját. Tehát pusztán azért, hogy esetleg a kormány jobban megkapja bizonyos mérték egyes rossz áfafizetőktől az áfát, tulajdonképpen azt teszi, hogy rengeteg terhet ró a gazdasági rendszer összes szereplőre, a bankoktól egészen a kis- és középvállalatokig. Az RMDS Szatmár megyei parlamenti képviselője Erdei Dolocki István szerint a kormányrendelet nem csökkenti a bürokráciát, hanem tovább erősíti azt. Szerinte, ha a nagyvállalatoknak nem okoznak különösebb gondot, a kis és közepes vállalkozásokat teljesen megnyomorítaná az intézkedés. Egy óriási mennyiségű pénz, forgótőkét, amire a kisvállalkozóknak nagyon nagy szükségük van, azt gyakorlatilag leblokkálják, tehát kötelezve lévén afelől, hogy minden nap az áfát fizessek ki gyakorlatilag, de visszaigényelni ez az áfát nem lehet, csak majd a hónap végén. Éppen ezért ezek a pénzek gyakorlatilag kivétetnek a forgalomból, lehetetlenítéve ezzel a kis- és középvállalkozásoknak a működését. Hozzátette, tekintettel arra, hogy számításaik szerint a jelenlegi kormányrendelet korán sem hozza meg a kívánt eredményt, azaz nem csökkenti az áfacsalásokat és csak tovább mélyíti a problémákat. Az RMDS parlamenti frakciója nem hajlandó azt támogatni.